Kinyitott a TIP. A több mint egy hónapos zárvatartás után újra várják a látogatókat, vásárlókat a könyvtár melletti bátaszéki turisztikai információs pontban. Zsuzsi kolléganő ül itt bent hétfőn, kedden, illetve csütörtökön, pénteken 8 órától déli 12 óráig, és már csak a bérletárusítás és egyéb ügyintézés miatt is szerdán délután 1 órától egészen 17 óráig lehet látogatni a turisztikai információs pontot. Így van, a szolgáltatások azok maradtak, tehát nem csak ilyen turisztikával vagy város ismerettel kapcsolatos információkat hallhatnak a betérők, vagy azok, akik mondjuk kirándulni jönnek, vagy megnézni a város nevezetességeit, hanem különböző bátaszék logóval, felirattal ellátott, emblémázott termékeket is lehet vásárolni itt a TIP-ben. Azt gondolom ezekről, hogy ajándéknak, akár születésnapra, akár névnapra, vagy olyan bátaszékről elszármazottaknak ez egy nagyon jó lehetőség lehet, és azon felül mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy kaphatók itt a turisztikai információs pontban helyi bortermelők, borászok legfinomabb nedői. Igyekeztük a termékválasztékot úgy összeállítani, hogy tudjanak kicsik, nagyok, vagy minden generáció képviselője választani, akár hogyha magának, vagy éppenséggel rokonnak, barátnak, ismerősnek, szeretne kedveskedni valamiféle ajándékkal. Úgyhogy ha így most hirtelen a szemem sarkából nézem, akkor itt a különböző ajándéktárgyakon keresztül a nyár kellékei, tehát szalmakalaptól kezdve felfújható, vízben használható termékek, labda, de frisbee, vagy akár szalmakalap, baseball sapka, bátaszék logó, ez például nagyon népszerű, de akár hogyha valaki szeretne egy esernyőt, vagy táskát, hátizsákot, vagy utazótáskát, sporttáskát, akkor ezt mind megtalálja itt a turisztikai információs pontban. Persze vannak különböző dolgok még helyi termelőktől, illetve alkotóktól, kézművesektől, itt szalmából, csuhéból készült termékektől kezdve, például különböző ilyen elektronikai eszközök, a gyerekek kedvelhetik ezeket, de ékszerek is megtalálhatók, sőt, helyi alkotótól ugye különböző kozmetikai termékek. De nem csak ajándéktárgyakat találhatnak meg itt az érdeklődők, több bátaszéki vonatkozású kiadvány is van az információs pontban, de a havonta megjelenő ingyenes Cikádor újság is fellelhető. Többen, vagy aki bátaszékre vagy hozzánk érkezik, keresnek különböző kiadványokat, nyilván a város történetével kapcsolatos írásokat, vagy olyan könyveket, vagy újságot, magazint, amelyik bátaszékről szól, vagy akár a kulturális, gasztrokulturális vagy művészeti életéről. Mindenféleképpen elmondható, hogy már a hónap első napjaitól, amikor kijön a nyomdából, a Cikádor újság megtalálható itt. Ugyan minden bátaszéki háztartásba igyekszünk eljutatni, de aki szeretne esetleg plusz példányt, vagy valami miatt nem értesül, vagy nem kapja meg a Cikádort, bejöhet, és itt Zsuzsinál mindig kap belőle ingyen és bérmentve. Ezen kívül Hódikati sárközmesé is megtalálhatók, vagy akár Mak Norbert bátaszéki szakácskönyve, de bátaszék történetét, történelmét feldolgozó kiadványaink is vannak, amelyek megvásárolhatók, ingyenes szóróanyagok is kaphatók egyébként a város életét illető fontos információkkal, és ami még nagyon fontos, hogy minden hónap általában 26-ától 27-től a következő hónap 10-éig autóbusz bérleteket is árusítunk. Ez nagyon népszerű a bátaszékiek körében, azért, mert nem kell sorban állni, nem kell bemenni ezért külön szexándra az irodába, vagy esetleg nem kell lögdösödni a buszon. Aki szeretne bérletet venni, buszbérletet megteheti, és nem csak dolgozói bérlet vásárlásra van lehetőség, hanem árusítunk diákbérletet. A csonka hónapokban például júniusban, amikor a tanév 15-én véget ér, akkor félhavi diákbérlet vásárlására is van lehetőség. Ezen kívül összvonalas, helyi áratos bérletet is kaphatnak a diákok és a nyugdíjasok egyaránt. A polcok nem telítettek, így várják még a környék kézműves termékeit. Ha és amennyiben bátaszéki vagy környékben élő vagy tolnamegyei termelő úgy gondolja, vagy kézműves, hogy a saját portékáját szívesen árusítaná itt bátaszék központjában a turisztikai információs pontban, akkor jöjjön be, Zsuzsi kolléganővel akár egyeztethet, vagy jöhet hozzánk is a Petőfi Sándor művelődési házban, és semmi akadálya sincs annak, ez tulajdonképpen egy érdeklődés vagy megállapodás kérdése, és ezeket a termékeket is szívesen árusítjuk és forgalmazzuk itt a TIP-ben.